Bozay Ákos gimnazista szombathelyen. Még januárban beszéltünk vele, amikor először vetődött fel, hogy veszélybe kerülhet az Erasmus programban való részvétel az alapítványi fenntartású felsőoktatási intézményekben. Pedig ezzel évente 20 ezer magyar diák ment külföldre tanulni. Én szeretnék kijárkálni külföldi országokba, megismerni más kultúrákat, más országokat, és esetleg ott is eltölteni időt egyetemeken. Egyáltalán nem terveztem azzal, hogy ezt elveszik tőlem, és ez a lehetőség nem lesz meg. Az EU-s szervek azt kifogásolták, hogy az alapítványi egyetemek kuratóriumaiba aktív kormánypárti politikusok kerültek, és vita volt a mandátumok hosszáról is. Megoldás azóta sincs. A kormány azt mondja, ők megtették az ajánlásaikat, de szerintük amúgy sincs jogi alapja annak, amit az Európai Bizottság kér. Valamilyen okból a bizottság a magyar hallgatókat kevésbé szereti, mint a másik 26 európai tagállam hallgatóit. Valójában teljesen érthetetlen, hogy miért szereti egy brüsszeli bizottság jobban a cseh, a holland, a spanyol vagy a német egyetemi hallgatókat, mint a magyarokat. Azt gondoltuk, hogy Európában ez a korszak letűnt. Úgyhogy reméljük, hogy sikerül megoldást találni. A bizottság tárgyalásokat ígért, de egyelőre még nyaralnak. Nyilván nyaralnak az Európai Bizottságnál elég sokan, de hát azért a munka nem áll meg, meg születtek mondjuk döntések is. Az Európai Bizottság még júliusban küldött válaszlevelet a magyar kormánynak a feltételekről, de erre Budapestről nem érkezett válasz, mondja Arató László, a brüsszeli ügyekkel foglalkozó eurológus újságírója. Itt sok találkozó volt a tavasz folyamán, a miniszteri szinten, de a nyárra ezek is kifulladtak, és már ezek sem voltak. Úgy gondolják, hogy az a bizottsági meglátás, hogy a magyar kormányban nincs meg a politikai akarat, hogy ezt rendezzék. Az új Erasmus Plus szerződéseket szeptember 1-ig lehetett volna megkötni, de mivel az akadályok nem hárultak el, így erre idén nem kerülhetett sor. A legtöbb intézmény azonban még 2022-ben kötött két éves megállapodást a programról. Nehéz megítélni azt, hogy ez a jelenlegi helyzet hány magyar diákot érint. Eleve ugye csak a 21 modellváltott egyetemre vonatkoznak ezek a korlátozások. Azok a diákok vannak nehéz helyzetben, akiknek az egyeteme vagy nem rendelkezik érvényes szerződéssel, vagy ugyan rendelkezett, csak mondjuk elfogyott a pénz, és újra szeretett volna kötni. A tárgyalásokat magyar oldalról vezető miniszter még augusztus utolsó napján is a bizottságra hárított. A dolog egyik sajátossága az, hogy a célpont maga is mozog. Tehát onnan indultunk el, hogy miniszterek és államtitkárok nem lehetnek kuratóriumi tagok. Most már ott tartunk, hogy rektorok sem lehetnek kuratóriumi tagok. Tehát a bizottság, amikor azt mondta, hogy ők februárban világosan megmondták, hogy hogyan lehet kezelni ezeket a problémákat, akkor fogalmazunk úgy, hogy önmaguk pozitív képét túl nagy ambícióval rajzolták meg. Amennyiben november végéig meg tudunk állapodni, az biztosítja azt, hogy a 2024 év második felétől is folyamatos legyen a finanszírozás. A Navracsics Tibor által említett novemberi dátumról azonban Brüsszelben nem tudnak, mondja Arató László. Ezt ugye már hallottuk a Tempusztól, fel is vetődött itt az Európai Bizottságnál, vagyis hát felvetettük mi újságírók, és nem nagyon tudnak mit kezdeni ezzel a novemberi dátummal. Van szeptember 1-e, meg megint szeptember 1-e, meg van egy technikai tartani igyekezett dátum, ez a július közepe, tehát hogy ne szeptember 1-én kössünk már szerződéseket, hanem július közepén kössünk meg mindent. De november 23-i dátumról itt sehol nem volt szó. A kormány azt ígéri, ha nem jönnek az Erasmus pénzek, egyedi megállapodásokat kötnek majd a külföldi egyetemekkel. Ennek azonban nincs kialakult gyakorlata, kiépítésére pedig nincs garancia.